Sziasztok! Hogyha észrevettétek, akkor nem igazán volt mostanában hol videó, és ennek az az oka, hogy én azt vettem észre, hogy nektek annyira nem tetszenek ezek a típusú videók, úgyhogy ezeket így hanyagoltam, de egy pár hetek körülbelül rengetegen írjátok, hogy mi van a hol videókkal, hol vannak a hol videók, hol videót akarunk. Úgyhogy tulajdonképpen ma ezt fogom megcsinálni egy kicsit különlegesebb módszerrel. Arra gondoltam, hogy azokat a dolgokat mutatom meg nektek, amiket még egyáltalán nem láttatok, vagy talán láthattatok egy-két helyen, és a nyáron vásároltam, és tulajdonképpen ez egy ilyen vélemény kifejtős videó lesz, ugyanis mindenről, amit akkor vásároltam, tudok véleményt is mondani, és most télen, tudom, hogy tél közepe van, de nyári cuccokat fogok mutatni, de annyira nyárias hangulatom van, hogy nem igaz, pedig kint tiszta hó minden, bár nem látjátok, de tiszta hó van, és nekem nyári hangulatom van, igazából karácsonykor is eléggé nyárias feelingem volt, de hát most mit lehet csinálni. Az első oldala a semidress.com, innen eléggé vegyes dolgokat rendeltem. Az első egy ilyen kis Eiffel torony lenne, ebből kettőt rendeltem, egyet odaadtam a Laurának, és egy itt van nálam, ugyanis ő most Franciaországban cserediák, és gondoltam, hogy akkor meglepem egy ilyennel, beletettem az ajándék zacskójába, és hogyha kíváncsiak vagytok, hogy mi volt benne, akkor nézzétek meg a nyári vlog videónkat, mert abban benne van. Aztán láttam, hogy vannak ilyen hajgöndörítő kis szivacs labdák, és arra gondoltam, hogy úristen, ezzel milyen királyul lehet majd hajat göndöríteni, nem kell hozzá semmilyen hő. Hát, kb. Ugye a hajam felére elég, és ki is jön belőle, szóval nincs is rendesen elvágva a szivacs, szóval én ezt annyira nem szeretem, pedig próbáltam használni többször is, de egyszerűen nem jött be. Aztán, amik még szintén nem jöttek be, azok ezek az ilyen sport hajpántok, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, és úgy volt lefotózva a weboldalon, hogy egy lány így sportol, meg minden, és akkor tudjátok, ez az izzadság felfogó dolog, amit fel tudtok tenni a fejetekre. Hát ez egy nagyon mű anyagból lévő vékony hajpánt, vagy nem is tudom mi ez, 5 darab volt belőle, és egyébként különböző színűeket rendeltem, de egyformák jöttek, és 5 különbözőt rendeltem, de így jöttek, és nagyon vékony, nagyon rossz anyaga van, és ezeket már ki se bontottam, mert az elsőt kibontottam, és ugyanolyanok, szóval hát gondoltam, hogy lesznek majd ilyen tök jó, ilyen sportra való cuccaim, de hát nem igazán. Aztán, aki nézi a Facebook oldalt, az biztosan látta az ilyen eladós mappámat, ott egy csomó ruhát és hasonló dolgokat adok el, amiket én már nem hordok, vagy egyáltalán nem hordtam, vagy nem tetszik, és biztosan láttátok ezt a fürdőruhát is benne, ez egy ilyen Victoria's Secret fürdőruha, és tulajdonképpen az alja az ilyen kis rózsaszínes, és ilyen húzott az egész hátulja is, és igazából emiatt tetszett meg, hogy ilyen húzott, de igazából elég nagy rám. Gondoltam, hogy egy mérettel nagyobbat rendelek, mert akkor biztos jó lesz rám, és akkor a teteje se lesz kicsi, mert jártam már így fürdőruhában, hogy megrendeltem a saját méretem, és a teteje kicsi lett, az alja az tökéletes, de hát a teteje kicsi lett. Oké, hogy ilyen tök jó ilyen húzott, és meg lehetne kötni kisebbre is, de akkor meg ez a húzás réteg nem látszik rajta, és a hátulja meg ilyen budgyos, és szörnyű, nekem egyáltalán nem tetszik. Kétszer felpróbáltam talán, de uff. És akkor ennek jöjjön a teteje, ami amúgy tökre szép lenne, mert van rajta egy ilyen tök jó kő, bár szerintem, hogyha egy párszor elmennénk vele strandra, akkor ez az arany rész, ez úgy szépen lejönne, és akkor jó csúnya lenne, de hát erre nem került sor, és szerintem nem is fog. És van benne egy szivacs igazából, ja, egyébként MS-et rendeltem. A teteje az meg kicsit kicsi, és fura ez az alak, hogy ilyen tulajdonképpen egy ilyen csík, és van amúgy ilyen nyakba kötő cucca, ami állandóan lejön, még csak akkor is, hogy felpróbálás erejéig volt rajtam, de akkor is lejött, és ez a szivacs is benne nagyon fura, és nagyon látszik, hogy van benne szivacs, nem lehet nagyon állítani, csak egy lehetőséged van, vagy össze tudod kötni, szörnyű, pedig amúgy olyan szép lenne, hogyha igényesen meg lenne csinálva. Nyilván, hogyha ezt a fürdőruhát akarom igényesen, akkor menjek be a Victoria's Secretbe és vegyem meg. Gondoltam, hogy itt sikerül olcsóban hozzájutni, de hát
hát nem volt jó döntés. Aztán a következő a snapmade.com, ezt már emlegettem nektek nagyon sokat videókban is, Instagramon is volt egy fotó fönt, hogy egy kamerós pólót rendeltem. Igazából ez a Snapmade, ez egy olyan oldal, hogy vannak pólók, bagrék, bármi, és erre a saját fotóidat rá tudod tetetni, és akkor azt kinyomtatják a pólóra, vagy bögrére, vagy bármire, és akkor azt megkapod. És ez így néz ki. Oh, nem tudok mutogatni. Így. És rá van írva az aljára, hogy kameró, és nagyon-nagyon tetszik, ugyanis a régebb típusoktól mutatja folyamatosan a legújabb kamerókat, és imádom az autókat, úgyhogy ez nagyon-nagyon tetszik. A lightinthebox.com-mal folytatnám, és innen egy gatyát és tömérdeknyi fürdőruhát rendeltem, még annó, még júliusban talán. Ez az első, ez egy ilyen nagyon király, szaggatott rövidnadrág, de nagyon nagy rám, szóval, hogy úgy nagy, hogy így lötyög rajtam, és nem passzos, hát elles méret. Nem tudom, miért rendeltem elleset, fogalmam nincs, de így látványra is szerintem bazi nagy. Ettől függetlenül szerettem, és én a csípőmön hordtam, nem a derekamon, mert ugye látjátok a szabásából, hogy ez tulajdonképpen a, nem mondom ki milyen, rövid nadrág, de egyébként imádtam, és így itthonra, vagy hogyha Laurával mentem valahova, akkor is tökre jó volt, és ja. Jöjjenek a fürdőruhák, három darabot fogok mutatni. Ezen a nyáron, vagyis hát múlt nyáron nagyon rá voltam pörögve, hogy új fürdőruhák kellene, meguntam azt, ami volt, egy fekete fürdőruhám volt, és meguntam, és kellenek újak, színesek, király, így hát rendeltem. Nem tudom, hogy megérte. Első ilyen fürdőruha az mind a három Victoria's Secret hasonlít, tehát hogy arról lett így másolva. Ezt Candice nevű modellen láttam először a Victoria's Secret honlapján, és egyszerűen így láttam, és így úristen, nekem ez kell. De nem tudtam sehogy megrendelni, ugyanis a Victoria's Secret oldaláról ennyibe került volna a szállítás, és ezt inkább nem akartam. És egyszerűen eszméletlen ez a fürdőruha, a teteje teljesen jó rám, és imádom. Ja igen, ez is ilyen egyesélyes, hogy vagy jó rád a körméret, vagy nem. Rám szerencsére jó. És nem tudom milyen méret, mert nincsen beleírva, de ebben is van egyébként egy ilyen vékony szivacs, de ebben nem látszik. És marha jó, bár úgy volt ez az aranypöttyös rész megcsinálva rajta a weboldalon, mintha kövek lennének. Hát nem kövek, de az eredeti Victoria's Secret sokkal szebb, de szerintem ez is tökre jól néz ki, és nekem tetszik. Igazából az alja volt, ami miatt megrendeltem az előző fürdőruhát, ez így néz ki, és ez a fekete csík izgatta a fantáziámat nagyon, hogy ez mennyire jól néz ki, és ezek az aranydíszítések is szépek egyébként, és most látom, hogy elleset rendeltem ebből is. Nos, az ázsiai méretek nagyon furán vannak megcsinálva, és tulajdonképpen le van ott centízve, úgyhogy így választottam, mert alapjáraton szerintem elleset rendeltem volna, hát az kellett volna, de nem értem, mert a teteje jó rám, az alja meg ilyen bazi nagy, nagyon. Egyébként szerettem volna, hogyha nem lenne ilyen nagy. Aki ismer, az tudja, hogy nem vagyok egy nagy rózsaszín kedvelő, de kezdem megszeretni eléggé, és ebből a felindulásból rendeltem is egy ilyen bikinit, és oké, tényleg nagyon világító színe van, és ebben is van egy ilyen kör alakú szivacs, és nagyon-nagyon furán néz ki, de ki lehet cserélni, úgyhogy kicseréltem rajta, vagy benne, és teljesen oda voltam érte egész nyáron. Nagyon-nagyon király. Az alja szintén csak nagy rám, de szerintem a fölül rózsaszín, alul rózsaszín kicsit too much lett volna, úgyhogy egy fekete alsóval hordtam, és nagyon tetszett, szóval pácsán így néztek furcsán rám, hogy Gabi, te rózsaszínben? És így, aha, igen. Ura, lehet, hogy így megváltoznak ezekből az ízléseim, de erre is rá van írva? Hát nem. De ez egy MS, akkor igen, akkor ez azért jó rám. És az alja tulajdonképpen egy teljesen egyszerű alsó rész, és semmi különleges nincs benne. Magadnak tudod megkötni, ez azért jó, hogy ugye lehet állítani. És hát nagy rám. Szörnyű. És az utolsó pedig hát egy leszakadt róla ez a dísz, ezt majd vissza kell varni. Lehet, hogy ez szerintem tipikusan az a fürdőruha, ami valakinek vagy tetszik, vagy nem, köztes nincsen. És ez ilyen egy ilyen
mintás, leveles, zöldes, kékes, nagyon ilyen extrém fürdőruha, és alapjáraton a modellen tetszett meg először, hogy úristen, de jól néz ki. Fölül is meg lehet kötni, és hátul is, és van itt egy ilyen Victoria's Secret logó a közepén, aminek az egyik oldala leszakadt, de se baj. Imádtam! Nagyon-nagyon szuper! És ennek az alját viszont rettenetesen sajnáltam, mert van egy ilyen hármas vágás itt az oldalán, és baromi jól néz ki, de ez is rettenetesen nagy rám, szóval nagyon. A teteje jó, de az alja az ilyen ekkora. Az apphair.com megkeresett, hogy van-e kedvem kipróbálni ezeket a felcsatolós póthajaikat, és eleinte nagyon óckodtam tőle, hogy jaj, póthaj az úgy, nem tudom, nem tetszett, és egyszer így rávettem magam, hogy na jó, akkor elfogadom. És igazából itthon szórakoztam vele azóta is, én ezt utcára úgy nem merem fölvenni. És egy igazából egy ilyen hajról lenne szó, így több részbe így föl lehet csatolni, és kicsit más színe van, mint a saját hajamnak, de hát elég necces, hogy ugyanolyat sikerül választani. És igazából ami a bajom vele, hogy a vége az ilyen szóval ezt le kell majd vágnom, mert a vége az nagyon el van vékonyodva, és nagyon töredezett, de ettől függetlenül teljesen jó, és igazából mondom, csak itthon parádéztam még benne. Ezt is ugyanúgy kell ápolni, mint a saját hajadat, szóval meg kell mosni, balzsamozni, olajozni kell, és ugye ez még több olajat igényel, mert a fejbőröm nem tudja ilyen természetes olajokkal táplálni, mert ugye nincs a fejemen, da. De egyébként tetszett, és fontolgatom, hogy majd valahova egyszer fölveszem, de még nem vagyok elég merész hozzá, úgyhogy még gondolkozom rajta. Az utolsó oldal pedig a cndirect.com, és itt volt egy kis kavarodás, ugyanis mindenből, amit rendeltem, kettőt küldtek, és így, amikor megjött a csomag, így néztem, hogy micsoda, úgyhogy mutatom az elsőt. Hosszú csizmát rendeltem, és igazából feketét akartam először belőle, de az már nem volt a méretemben, de barna viszont igen. És ez egy magas sarkú csizma, és egyébként szeretném, hogyha nem lenne baromira kényelmetlen, ugyanis, hogyha valami zselét beleteszek, csak akkor elviselhető hosszabb ideig a lábamon. Egyébként van másik magasarkú csizmám, és ezt imádom. Mondjuk az deikmanos, de mindegy. Ilyen hosszú a szára, és ez azért tök jó, mert hogyha fölhúzom, akkor így le tudom ereszteni teljesen a bokámig, és ilyen felgyűrődött hatása van, és nagyon-nagyon király. Eszelősen jól néz ki, és nekem tetszik. Kár, hogy egyébként nem fekete, mert én azt sokkal több mindennel tudnám hordani. Úgyhogy ebből is kettő van, a másikat nem hoztam ide, ugyanis nem találtam meg. De a másikat majd szeretném odaadni anyukámnak, úgyhogy már mondta, hogy nagyon-nagyon tetszik neki, szóval hogyha tetszik neki, akkor miért ne? Ez a rendelés is, mint a többi, ahogy láttátok, eléggé vegyes érzelmekkel telt. Kinéztem a weboldalon egy nagyon király ilyen Jackie-szerűséget, ami ilyen virágmintás volt, és nagyon tetszett. Egy fehéret és egy feketét akartam rendelni belőle, úgyhogy ebből ezért van kettő. De hát nem így nézett ki. Szóval ez úgy néz ki, mint amilyen nagymamámon szokott lenni körülbelül. És a minősége sem a legjobb. Ez egy ilyen vékony, hát semmi Jackie hatása nincs. Szóval egy ilyen vékony pólóanyagú szörnyű egyszerűen, és a minta a weboldalon, hát ég és föld, szóval semmi köze nem volt hozzá. És van belőle még egy juhú, azt hiszem. Nem tudom, mit fogok velük kezdeni, mert biztosan nem fogom hordani, mert egyszerűen szörnyű. Bár ki tudja, nem tudom, de egyelőre nem vagyok abban az állapotban, hogy én azt hordani fogom, úgyhogy ki tudja. Kinéztem egy nadrágot, ami már a weboldalon is tetszett, és amikor megérkezett, akkor is imádtam. Egy ilyen bordó, hát leggings, de tulajdonképpen nem leggings, csak egy ilyen vékonyabb, rugalmas anyagú bordó nadrág, és úristen, nagyon-nagyon király, és szeretem, és nagyon sokat hordtam eddig. Ilyen kis barázdált, vagy nem tudom milyen a két combjánál. Teljesen oda meg vissza vagyok érte. Az egyetlen gond az, hogy körülbelül a sípcsontom közepéig ér, pedig annyira nem vagyok magas, és ezekkel a nadrágokkal mindig megjárom, mert mindig nagyon rövidek, és csak ilyen hosszú, fekete csizmával tudtam hordani, de azzal
Úristen, de jól nézett ki. Úgy volt, hogy volt rajtam ez a nadrág, egy fekete csizma, egy fekete póló, és egy ilyen bézs ballonkabát, és ugyanilyen színű volt a rúzsom is, mint ez a nadrág, és úristen, de jól nézett ki, nagyon szerettem. Majd egyébként, hogyha az Instagramomra fölmentek, akkor ott megtaláljátok erről az összeállításról a képet. Nézzétek meg. Ja igen, és van belőle még egy. De egyébként egy zöldet is, egy ilyen army green az volt odaírva, egy olyan zöldet is választottam. Azt hiszem, bár nem biztos, szóval nem biztos, hogy jó a memóriám ezzel kapcsolatban, de örülök neki, hogy kettő ilyen van. Szóval, igen. Aki ismeri és nézi Laurát, ugye ő a legjobb barátnőm, vagy Laut, mert nem szereti, ha Laurának hívják. Már az ő hol videójában láthattatok ilyen csíkos felsőket, és nekem is van kettő, egy kék és egy fehér. Fehér? Fekete? Csíkos felső, és nem nagyon így nézett ki a weboldalon, úgyhogy ez a kék csíkos, kék-fehér csíkos, és tényleg olyan, mintha pizsama lenne, úgyhogy ha föl is veszem, akkor így az utóbbi hideg időszakban vettem fel egy pulcsi alá, és akkor nem is vettem le, szóval nem látszott. Úgyhogy ilyen aláöltözőnek tökéletes és pizsamának, de alapjáraton elég furán néz ki, úgyhogy nem nagyon szoktam így hordani mindennapokra, esetleg itthon így punyadni, és ez tök jó, mert hát úgyse látja senki. A másik pedig egy fekete alapon. Fehér csíkos. Igen, vagy fordítva. És igazából ezeket rendeltem. Kettő dolgot nem tudtam nektek megmutatni, az egyik egy ilyen hajdísz volt, egy ilyen ekkora aranylevélkés hajdísz, a másik pedig egy fekete maxi szoknya, egy teljesen egyszerű fekete. Nem találtam meg őket, egyszerűen mindenhol kerestem, de nem találtam meg őket. Egyébként a hajdíszről az volt a véleményem, hogy egyszer nem volt a hajamban, nem is tudom, hogy miért rendeltem meg. A maxi szoknyát pedig imádtam, az nagyon jó volt, és többen mondták, hogy jól áll, én megmondtam, hogy juhú, köszi. Mert ugye nyáron és tavasszal volt ez a, biztos most is lesz, nem tudom, volt ez a nagy maxi szoknya, meg maxi ruhák divat, és én is mondom, hát jó, akkor legyen, és nagyon-nagyon imádom őket. Vagy hát őt. Mondjuk több van, de hogy azt a darabot, amiről beszélek, azt nagyon szeretem. Ezek lettek volna a dolgok, amiket én még nyáron rendeltem, és remélem, hogy tetszett nektek, hogy így mondtam róluk véleményt is, így, hogy hordtam őket, meg használtam őket. Ezt én is nagyon élveztem így, és ugye hát hol videót is szerettetek volna, úgyhogy ez lett volna mára. Egyébként, hogyha az árakra vagy a weboldalakra kíváncsiak vagytok, akkor mindennek a linkjét ide leteszem az infoboxba, és akkor meg tudjátok nézni őket. Lehet, hogy az áruk változott, mert így folyamatosan szokott változni, de egy pár dollár a különbség. Úgyhogy ennyi lettem volna mára, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, írjatok kommentet, kövessetek Instagramon, Facebookon, mindegy igazából, ahol ezt szeretnétek, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!